Csütörtökön megtartotta 2024-es versenyautójának bemutatóját a Red Bull Racing. Az energiaital gyárosok az elmúlt évek sikereire építve természetesen idén is győzni akarnak a Forma 1-ben. A Red Bull tavaly elképesztő sikereket ért el, hiszen a világbajnoki évad 22 versenyéből 21-et megnyert. Mindez pedig azt is jelenti, hogy az új szezonnak is abszolút az osztrákok vághatnak neki favoritként. Bár sokan arra számítottak a csütörtöki bemutató alkalmával, a Red Bull ezúttal sem mutat meg sok mindent a kíváncsi szemeknek, végül kellemes meglepetést okoztak, egy alaposan átalakított autóról rántották ugyanis le a leplet. Az RB20-as ugyan logikus továbbfejlesztése a tavalyi, sőt tulajdonképpen a tavaly előtti modellnek, az osztrákok meglehetősen agresszív változtatásokat eszközöltek 2024-re. A legszembetűnőbb újítás kétség kívül az oldalszekrényeken, a légbeömlőkön, illetve a motorborításon érhető tetten, ám a Red Bull természetesen nem mutatott meg mindent a kíváncsi tekinteteknek, így többek között a valódi padlólemez és első szárny is rejtve maradt. Ez persze nem véletlen, hiszen a mai F1-es versenyautók teljesítményének java része az autó alján keletkezik. Így talán mondhatjuk, hogy a padlólemez minden egyes istálló leginkább féltett titka. A Red Bull az RB20-as esetében is vonórudas első felfüggesztést alkalmaz, akár csak tavaly, míg a hátsó felfüggesztés esetében maradt a nyomórudas megoldás. Összességében elmondható, hogy a bemutatón látott autó alapján egyfajta filozófiaváltás zajlik a Red Bullnál, és könnyen lehet, hogy Bahreinben ennek egy újabb lépését látjuk majd. I think last year, of course, we had an incredible year. You know, we've won so many races and broke quite a few records as well along the way. So it's definitely going to be hard to try and do something similar. But that's also not entirely the aim. You know, we want to, of course, win. We want to win the championship, but it doesn't always need to be record-breaking. Let's say that. Yeah, I'm really hopeful. I'm really looking forward to this year. And want to hit track. I want to really get my best season in F1. So I want to improve myself in all the aspects. And take another step further. And I think the team have done an amazing job, but RB20 looks a good aggressive step forward from RB19. It's not just a simple evolution, but the stopwatch will ultimately dictate its outcome. A Red Bull az F1-es mezőny többi csapatával együtt jövő héten már Bahreinben készül az új idényre. A szezon első versenyét ugyanitt rendezik majd március első szombatján.